szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzet e hazám. Január 22-e, hivatalos állami emléknap, a Magyar Kultúra Napja. 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére január 21-én Bicskén a Petőfi Művelődési Központban ünnepeltek. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép? Járat, svad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. És mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban hol méz, hol áfonya. Nagyon sikeres ez az önálló előadás, de hogy is kezdődött ez annak idején? Hát ez úgy indult, hogy kölyök koromban, 4-5 éves koromban nagyanyám elkezdett nekem verseket tanítani, és akkoriban az emberek összejártak a szomszédba, pletykálkodni, kukoricát morzsolni, babot fejteni, és amikor ebből kifogytak mindezekből, akkor mindig azt mondták, hogy Imi, mondj egy verset. És akkor ez így 13 évvel ezelőtt ez úgy eszembe jutott, és akkor mondom, miért ne lehetne ez a cím az estemnek, hogy Imi, mondj egy verset. És akkor ez volt egy alap dolog, hogy meghívtak engem egy bábvizsgába, amit nagyon csodálkoztam, de hát aztán nagyon nagy emlék lett, meg hát a mai napig folytatom, ez a Babics Mihály Jónás könyvét csinálta meg egy Berecki Csilla nevű hölgy, egy egyszemélyes bábvizsgának. Egy olyan bábbal kellett dolgoznom, ami tulajdonképpen 3 szereplős. De most nem menjünk bele. Na és aztán meghívták ezt mindenféle az ország összes bábszínházába, vendégszereplésre, és aztán rájöttem, hogy hát ha már ennyit megtanultam, akkor kéne még elé rakni valamiket, hogy összejöjjön egy ilyen 65 perces, 70 perces önálló est, és akkor azt találtam ki, hogy az emberek úgy is szeretik az úgynevezett slágerverseket, anyám tyúkja családi kör, szózat, nem tudhatom, eszmélet, és még a Kosztolányinak a Boldog Szomorú Dal című versét is beleraktam. Meg jó néhány Adi verset, és a Jónás könyve. Úgyhogy így jött össze ez az Imi, mondj egy verset. Művész úr, ugye a tévében azt gondolom, hogy milliókat ültet képernyő elé, ugye a Mi kis falunk című sorozattal, illetve az Örkény Színházban is, illetve hetente többször is láthatjuk színpadon, de mégis hogy telnek a mindennapok, mi helyzet a tévésorozattal? Sokan érdeklődnek, lesz-e folytatás? Lesz folytatás, igen, majd áprilisban folytatjuk a következő, most már 10. évadot. Úgyhogy nagy kíváncsisággal várom, hogy mik lesznek az új történetek. Az Örkény Színházban meg játszom a szerepeimet. Meg az unokámmal járjuk az országot, az Opera Cinema címmel. Operákat népszerűsítünk középiskolásoknak, meg felnőtteknek. Csúlya Imre, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, Imi, mondj egy verset című előadását vastapssal jutalmazta a közönség. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat, effélét csinálni maga is próbálat. Pendül a kapa most, letevé a gazda. Csíkos talisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl, jaj, valami ördög,
Vagy ha nem, hát lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel.